Sziasztok, én Karaszpőki, és ebben a videóban egy újabb sors, egy kaparós videót hoztam el nektek, ahol nem fogunk lekaparni mást, mint kettő darab kaszinót és kettő darab Super Blackjack-et. Ugye a Super Blackjack már jobban előfordult a csatornán, mint a kaszinó, és most megpróbálkozunk két darab kaszinóval is, megnézzük, hogy nyerünk-e, és be is mutatom a sorszámukat. A Super Blackjack-nek 2 és 0,44, a másik Super Blackjack-nek ugyanúgy kettes sorozat számmal is 0,74-es sorszámmal, a kaszinónak az egyik az 3-as sorozat számmal 0,01-es, a másik kaszinó pedig ugyanezzel a sorozat számmal 39-es. Reméljük, hogy fogunk nyerni valamit, reméljük, hogy jön legalább az ára, vagy valami, aztán megnézzük. Szerintem kezdjük is el a Super Blackjack-kel, és nézzük meg, hogy nyerünk-e valamit. Reméljük, hogy igen. Kezdjük is el, és nézzük meg a 0,44-eset. Ugye itt az a lényeg, hogy a osztó számánál nagyobb kell találni idekint, itt meg a bónusz számot meg kell találni, három összegből kell összejönni 21-nek. Na de nézzük is meg az első asztalt. 12-esnél keressünk nagyobbat. Eddig egy 6-os, 8-as, 9-es és 4-es. Ez nem nyert sajnos. Nézzük tovább. 10-esnél kell nagyobbat. 5-ös, 7-es, 9-es és 4-es. Ez sem nyert sajnos. Nézzük a harmadik asztalt. 16-osnál kell nagyobbat. 7-es, 8-as, 5-ös és 9-es, jó kis számokat ad. Nézzük meg az utolsó asztalt, 13-asnál nagyobbat, 6-os, 4-es, 5-ös és 8-as, 10-en felül nem is adott. Nézzük meg a bónuszjátékot, 17, kellene egy 4-es, és beadja, nem adja be. Nem baj, ez megy a vesztes kupacba. Nézzük meg a másik blackjack-et, a 0,74-eset. Kezdjük is a bónuszjátékkal. 5 meg 3, 8, kellene 13, ami szerintem nem lesz, 8 meg 9, 17, ez sajnos nem nyert. Nézzük meg a asztalokat, 10-esnél kell nagyobbat, 4-es, 7-es, 6-os és 5-ös, ez nem jött be. 8-asnál nagyobbat, 5-ös, 7-es, 20-as, nos, van egy 20-asunk. Itt ez már nyert, majd a végén megnézzük, ugye? Nézzük tovább, 17-esnél nagyobbat. 8, 9, 11 és 10. Nézzük tovább az utolsó, 11-nél kell nagyobbat. 10, 15, itt is nyertünk. Szóval legalább már reméljük a dupláját nyertük. Ugye ez már biztos, aztán meglátjuk a végén, megy a nyertes kupacba. Aztán gyerünk is tovább a kaszinóval, ami ugye 10 játékot tartalmaz, és a 0,1-essel kezdjük. Na szóval, ugye itt van az első játék, itt van a mi kártyánk, és a mi kártyánknak kell nagyobbnak lenni, mint a osztó kártyája. Nézzük is meg, hanyasokat kapunk. 9-es, 5-ös és 3-as. Nézzük meg 9-esre miért adott. 10-eset, 5-ösre. Bubi, 3-asra, 7-est, ez sajnos nem nyert. Nézzük a második játékot, itt ugye két egyforma szimbólumot kell találnunk. Patkó és arany. Nézzük tovább a 9. játékot, aztán majd kinyitom a sorsjegyet. Itt ugye egy ász kell találnom valamelyik sorban, és akkor nyereményt érek el. Nézzük meg, lesz ász, 8-as, király, 2, 9, 7-es, 10-es, 2-es, 3-as, eddig nem, nézzük tovább, 7-es, 3-as, 10-es és 8-as, eddig nem nyert sajnos. Nézzük meg a 10. játékot, 3 azonos összeget kell találnunk, 10 millió, 10 ezer, 10 millió, 2 ezer, 2 ezer és 75 millió. Hát ez eddig sajnos nem nyert, nem baj, nyissuk ki, aztán nézzük meg, hogy nyerünk-e. Itt 3 számot kell megtalálnunk belül, tehát
a három számból valamelyiket. Tehát 10, 12 vagy 24, nézzük meg. 11, majdnem. 12 már van. Tehát már valamennyit nyertünk, a végén megnézzük. 20, 20 nem volt. 35 sem volt. Nem baj, itt már nyertünk valamit. Nézzük meg, hogy itt lesz-e 3 ász, király, bubi vagy dáma. 8-as, 3-as, bubi, 6-os és bubi. Sajnos nem. Itt egy oszlopba kell két egyforma kockát legalább találni, és akkor nyerünk valamit. Nézzük meg, hogy találunk-e. 5-ös, 1-es, 2-es, 3-as és 4-es. 6-os, 3-as, 5-ös, 2-es és 4-es. Na hát az utolsó sor. 4-es, 1-es, 5-ös, 6-os és 3-as. Ez sajnos nem nyert, nem baj, hogy van 4 játékunk. Nézzük is meg a 6-os játékot, ahol így, így, így vagy így kell találnunk 3 azon a szimbólumot, és itt a nyereménytábla. Nézzük meg. 7-es, 7-es, harang, nézzük lefelé, patkó, citrom, cseresznye, itt már nem nyerhetünk sajnos, nézzük meg itt mi van, citrom, patkó és szőlő, ez sajnos nem nyert, nem baj, nézzük tovább az utolsó két játékot, ugye 3 játék volt, elfelejtettem mondani, nem 4, na nézzük a 7-es játékot itt, 7-et vagy 11-et kell találnunk 2 kockából. 2 meg 6, az nem jó, az 8. Következő, 1 meg 1, az 2, hát ez nem jó. Nézzük meg a nyert betűket, megtaláljuk-e. T betű az jó. Az I betű viszont nem jó. Nézzük meg, hogy meg lett volna el többi, nem lett volna meg. Hát az E betű meg az L meg lett. Mennyit nem adott meg? 20 000-et nem adott meg. Jó, akkor ezt is félretesszük, ugye ott van egy 12-esünk, megy a nyerőkupacba, és jöjjön az utolsó kaszinó ebben a videóban, ugyanúgy játsszuk majd 39-es sorszámmal, kezdjük is az első játéknál, nézzük meg mit kapunk, 4-es, 5-ös, 8-as, nézzük meg 4-esre mit ad, bubi, 5-ösre, ász, 8-asra, 9-est. Nem baj, gyerünk a második játékra. Serif és zseton, nem baj. Keressünk ázt. 6-os, 10-es, 7-es, 8-as. 5-ös, bubi, dáma, 8-as. És 4-es, 2-es, dáma, 6-os. Nem baj, nem nyertes. Nézzük meg, 3 azonos összeg lesz-e. 6000. 10 millió, 10 millió, 50 ezer, 5 ezer és 4 ezer. Sajnos eddig nem nyert, de nem baj, ne csükkedjünk. Nézzük meg, hogy lesz-e megint egy számunk itt esetleg. 33, 23, 5-ös. Nem is rossz számok, nézzük meg. 15, 14, 9 és 34, hát persze egyik sem. Nem baj, nézzük meg, lesz-e 3 egyforma. 6-os, dáma, király, király, dáma. Eddig sajnos nem nyert, nézzük meg a kockákat. 5-ös, 1-es, 2-es, 4-es, 6-os, 3-as, 6-os. Ez 1-es, 4-es és 2-es. Nézzük az utolsót. 5-ös, 6-os, 3-as, 2-es és 1-es. Sajnos ez nem nyert. Nem baj, ne csüggedjünk még, mert van 3-esünk a nyerésre. Nézzük meg, lesz-e valamilyen szimbólumunkból 3. Szőlő, cseresznye, cseresznye, citrom, bár, citrom, harang,
Hát ez sajnos nem nyert megint. Nem baj, nézzük meg, lesz-e 7 vagy 11. 2 meg 6 az megint 8, és nézzük meg itt. 5 meg 3, az szintú 8, az nem jó. Nézzük meg a nyertbetűit, hogy lesz-e Y, az jó. És az I betű megint nem jó. Többi persze majdnem jó lett volna, most 10 milliót nem adott meg. Se baj. Ez nem nyert, de leellenőrizik a betűket persze. Ha minden igaz, itt kell lenniük valahol. Igen, egy M betű. És egy L betű. Ez megy a vesztes kupacba. Tehát 50%-os mérleggel zártunk. Nézzük meg, hogy mennyit is nyertünk először is a Super Blackjack-en. Itt volt egy nyeremény. 500. És 500, tehát egy 1000 forint nyeremény van ezen. Nézzük meg itt mennyi van. 12-es alatt 3000 forint, gyerekek. Az nem is rossz. Végül is csak 1000 forintot buktunk igazából, és ez így nem is annyira rossz parti volt. Nézzük meg a betűket azért. Ma megtaláljuk őket egyáltalán. U betű, igen. És ott is egy U betű. Meg egyébként ezt a kaszinósorsért elég rossz kaparni. Nagyon fura így a kaparó felülete. És hol a harmadik U betű? U betű, U betű. Na mindegy, ez a harmadik U betű nem fog kiderülni. Szerintem. Vagy lehet már itt van egyébként, csak nem látom. De én nem látom, tehát akkor szerintem nincs itt. De majd ti úgyis megtaláljátok a videóba, ha nézitek, megnézzük itt, hát ha itt van elrejtve. Mert itt is szokott. Azért már csak keressük meg a harmadikat is. Itt úgy látszik, most itt sincs. De ott van az U betű. A harmadik U betű, és ezzel csak 1000 forint mínuszos videót zártunk, de viszont jó, mert ezzel dupláztunk, és ezzel is majdnem dupláztunk. Tökéletes. Én köszönöm a figyelmet, szerintem lehet, hogy sorsjeles videó már csak március 20-án lesz, ugyanis akkor fog kijönni 3 darab új sorsjegy, amit majd megláttok, szerintem jó lesz, és remélem, hogy tetszeni fog nektek, az is. Aztán meglátjuk, hogy azzal mit fogunk összehozni. Én köszönöm tényleg a figyelmet, ha megnézted, és ha tetszett, mindenképpen dobj egy lájkot, ezzel jelzed nekem, hogy még érdemes csinálni ilyen videókat. Iratkozz fel a csatornára, ha még szeretnél ilyen tartalmat látni, és következő videóban találkozunk. Én Köresz voltam, sziasztok!